A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az emtv.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület, Ó utca 51, Budapesten, az Oktogonnál. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja. Ez itt a Parallaxis, az emtv.hu és az űrszekerek tudományos és fantasztikus podcastje. A fedélzeten Ádám, Csaba és Miklós. Szeretettel köszöntök mindenkit a Parallaxis című tudományos és fantasztikus magazinunk 8. adásában, melyben kiválasztottunk néhányat a 2019-es évedig legizgalmasabb tudományos hírei közül. Beszélgető társaim ma is Farkas Csaba és Vince Miklós lesznek. Sziasztok, fiúk! Sziasztok! 2019-es évben rengeteg érdekes esemény történt, de a tudományban úgy általában is, és azon belül is az űrkutatás területén is. És hát most ezek közül ugye kiválogattunk így teljesen, tökéletesen szubjektív alapon néhányat, úgy nagyjából 5-öt. Nem is időrendi sorrendben, de mondjuk érdekesség is. Érdekesség, vagy relevancia szerinti növekvő sorrendben, de tökéletesen szubjektív a válogatás, és hát ennek az egyik eleme az izraeli holdküldetés, amiről már nyomokban beszélgettünk egy kicsit múltkor, de itt azért ez egy fontos dolog. Tehát egy holdszonda indult el, amit egy magáncég fejlesztett, és egy másik magáncégnek a magánépítésű rakétája állított a pályára. Ugye az egyik magáncég az az izraeli Space IL, vagy Space IL, mindenki ízlés szerint úgy ejtheti ki, ahogy akarja, mert beszélgettem a cég dolgozóival, és ők se tudják, hogy hogy kell a saját cégük nevét kimondani. Az IL az ugye nyilván az izraeli domain név, ugye az izraeli weboldalak .il végződéssel mennek, tehát ez erre utal. A Space az meg Space, tehát nem annyira fantáziadús a dolog, viszont a másik cég, ami meg a rakétát épített, ez az Elon Musk féle SpaceX. Tehát itt a Space IL és a SpaceX együttes. Ez egy ilyen koprodukció, mi alapján Izrael dominál, ők nagyobb százalékban. Nem dominálnak, nem. Ugye ez, de ez egy érdekes. Mert azt mondtad, hogy izraeli a projekt. Egyébként gondolkodtatok azon, hogy hány nemzeti zászló van már az űrben meg a Holdon? Abszolút, de akkor előbb válaszolok a kérdésre. Tehát az űripar az úgy működik, hogy te építhetsz egy űrszondát, és van egy cég, ami neked azt pályára állítja. Tehát itt az izraeli építettek egy űrszondát, egy izraeli magáncég, és kifizették a startért szükséges pénzt a SpaceX-nek, ami meg egy amerikai magáncég, ők ezért rátették a rakéta hegyébe az izraeli űrszondát, és felbocsájtották Cape Canaveralről. Tehát ez így működik. Tehát itt nem egy közös tudományos produktumról van ilyen értelemben szó. A SpaceX az egy fuvarozó cég. Csak azt mondtam, hogy mindenképpen az idő jelei, hogy egy érdekes változásokat implikál, hogy először indult bárki által, bármilyen országokban kifejlesztett, de magánűrszonda hold felé, és ez nem egy véletlen kis valami, egyszerű és megismételhetetlen jelenség, hanem azért mondom, hogy ez tényleg egy trend, mert sorban állnak, tehát legalább 2019-ben is terveznek 2 további magánűrszonda felbocsátását a holdra, például amerikai cégek, 2020-ra felkészül egy német cég is. Szóval itt igazán bepörög itt a magánszektor a holdkutatásban, és igazából önmagában emiatt a tény miatt érdekes ez a hír. Mert maga az izraeli űrszonda az egy icipici egyszerű kis szerkezet, és egyébként a SpaceX rakétájának nem is ez volt az elsődleges hasznos terhe, hanem egy indonéz telekommunikációs műhold. És ez csak úgymond potyautas volt, ami... B-plot volt az egész történetben. B-plot. Igen, egy abszolút egy B-plot volt. És igen, tehát egy hasznos melléktermék, ha úgy tetszik, ami magyarázza is az űrszondának a nagyon furcsa pályáját, amivel megközelíti a holdat. Tudjuk jól, hogy például az Apollo űrhajók ugye 3 nap alatt odaértek a hold körüli pályára, ezt képest az izraeli űrszonda az 2 hónap alatt megy oda,
és ez nagyon érdekes. Ez éppen azért van, mert ugye ő egy indonéz távközlési műholdnak volt a potya utasa. Az indonéz távközlési műhold, mint minden távközlési műhold lényegében, az a 36 ezer kilométeres geoszinkron pályán állomásozik. Ugye az az a magasság, ahol az űrszonda, vagy az űreszköz pont egy nap alatt kerüli meg a Földet, ezért aztán állni látszik az egyenlítő egy pontja fölött a műhold. Igaz? Tehát ez a geoszinkron pálya. Ez egy kitüntetett pályamagasság, és a kitüntetett pályahajlás, tehát ennek az egyenlítőn kell lennie, és 36 ezer kilométer magasan. Na, tehát, hogy erre a pályára rakták rá, vagyis bocsánat, az erhez a pályához vezető elnyújtott ellipszis pályára tették rá az izraeli űrszondát az Elon Muskék, vagyis a SpaceX cég. És innentől kezdve, tehát ez a Föld közeli pontja, az mondjuk néhány ezer kilométer, a Föld távoli pontja meg 36 ezer kilométer, egy elnyújtott ellipszis pálya, ami pont arra való, hogy fölvigyenek műholdakat erre a 36 ezer kilométer magas körpályára, aminekhez ugye ez az ellipszis hozzásimul a tetején. Ezt hívják geotranszfer pályának. Na, erre tették rá az izraeli holdszondát, és innentől kezdve az izraeli holdszondának az a dolga, hogy minden kör, megtesz egy kört, így kb. Nagyságrendileg így fél nap alatt megtesz egy kört ezen a pályán, és akkor minden körben megemelik a pályát egy picit. Úgyhogy egy rakétahajtómű begyújtogatásával, hogy egyre távolabb kerüljön a Föld távol pont egészen addig, amíg ez elér több, mint tízszer ilyen messzire. Te ugye jártál ott, sőt a vezető kutatóval is beszélgettél. Igen, Izraelben igen, a Holdon nem. De igen, igen, járt. Igen, a Tilos Rádióban lehetett hallani. Milyen volt? Mit láttál valamit? Mit láttál? Hát az űrszondából én csak egy makettet láttam, az igazi űrszonda akkor már ki volt küldve, becsomagolva a Kennedy űrközpontba, vagyis képkeneverre, az ott már várakozott az indításra. Feladták a postán. Feladták a postán, pont Jeruzsálemből, Ben Gurion reptérről egy Boeing-en elvitték szépen, és leszállt. Úgyhogy pár nappal azelőtt, hogy ott jártam, akkor búcsúztatták, úgyhogy az utolsó napok nekik nagyon stresszesek és nagyon hektikusak voltak, úgyhogy kész csoda, hogy egy pár perces beszélgetést sikerült ott összehoznom, Oded Daharonzonnal egyébként, aki a Weizmann Intézet kutatója, és ő egyébként egy nagy szaktekintély, tehát ő tényleg nagyon sok NASA űrszondás projekt tudományos előkészítésében részt vett, tehát ilyen szempontból neki ez egy rutin munka volt. De hát azért azt most már tegyük hozzá akkor már, hogy ez elsősorban egy technikai demonstrációs repülés. Tehát itt nem az, ettől nem várjuk, hogy ez megváltsa a tudományt. Tehát itt tényleg az az érdekes, hogy egy űrszondácska elmegy a Holdra, amit tulajdonképpen olyan emberek raktak össze, mint például a Csaba, vagy az Ádám, vagy én. Tehát, hogy igazából nem. Még csak Izraelben ugye van ügynökség, aztán a végén egy kis pénzügyi támogatással be is szálltak, de az egész az nem az ő fejlesztési produktumuk, tulajdonképpen egy startup vállalat hozta létre ezt az egész. És most már itt tartanak a startup vállalatok, ahol egyébként néhány évtizeddel ezelőtt még országok is alig tartottak, és akkor most vegyük észre, hogy egy Magyarországnál kisebb lakosságú és lényegesen kisebb területű, tehát minden terület vitától eltekintve az egész kócerája az akkora, mint a fél Dunántúl, és akkor még ehhez, és akkor ők tudnak csinálni egy holdszondát. Az más kérdés, hogy le fog-e szállni a Holdra, de önmagában, hogy itt tartunk, hogy ez lehetséges, az azért baromi jó. És ez jól beilleszkedik abba a trendbe, hogy most már Nyugat-Európában is már minden valamire való műszaki egyetemnek van egy műholdja. Beleértve egyébként ugye a Budapesti Műszaki Egyetemet is, ugye ahonnan a MASZAT-ot küldték föl, tehát, hogy most már itt kezdenek, hát nem is mindannyiunk számára elérhetővé válni, de most már tényleg elkezd mélyebben benyomulni a társadalomba, mert tényleg azt lehet mondani, hogy egyetemeknek és cégeknek vannak űreszközei, nem pedig azt, hogy országoknak. Most ehhez képest persze a Hold az különösen érdekes, tehát Izrael lesz ilyen módon, akkor számoljuk ki? Az oroszok, az amerikaiak és a kínaiak után Izrael lesz a negyedik nemzet, ami egy leszálló egységet tesz a Holdra, hogyha sikerül ez az egész. De gondolom ez egy kézenfekvő dolog, hogy a magántőke bevonódik és egyet is fejlesztenek, hiszen hogyha mondjuk az államokra tekintünk, akkor ott nem nagyon szerepelnek az elnökválasztásokon, meg a parlamenti választásokon ilyen űrbevezető tervek. Én azt feltételezném, hogy ez jól van így, hogy gyakorlatilag a társadalom szélesebb rétege az, ami az űrkutatással foglalkozik.
Egy kicsit azért hangoztatnék egy véleménykülönbséget, mert részben igazad van természetesen, mert ezt főleg a kutatásnak az, amikor űrhasznosítás esetében meg tökéletesen megállja a helyét, amit mondtál. Viszont a kutatás, az tipikusan egy jellemzően az alapkutatás, az egy nagyon lassan megtérülő befektetés. Ez azt jelenti, hogy igaz, lehet úgy érvelni, hogy a politikusok 4 éves ciklusokban gondolkoznak, de a cégvezetők is maximum. A cégvezetők valószínűleg még inkább a rövid megtérülést szeretik. Tehát, hogyha például egy igazi hosszú távú űrprogram, aminek a fejlesztési ideje, az mondjuk maga a fejlesztés is több 10 éves, és a várható megtérülés az meg akár 50 év is lehet, hogy mire az egész konkrét megtérülő gazdasági hasznot hoz, mert hoz, tehát igaz, hogy minden űrkutatásba fordított pénz duplán megtérül, de az egy hosszú távú megtérülés. És ezt egyébként a cégek, még a nagyon nagy cégek sem nagyon tudják bevállalni. Tehát azt abban én egyetértek, hogy például a földkörüli pályára a műholdak világában, amik tényleg praktikus célokat szolgálnak már, és az életünkben jelen vannak, a navigációtól a meteorológián keresztül, az én nem tudom én meddig, a távközlésig netkapcsolat, ugye most építenek ki egy földkörül keringő internetszolgáltató műholdrendszert. Tehát, hogy ez abszolút tök igazad van, de például az, hogy a Marsra elmenni, az például elég kevés cég tudná, vagy volna érdekében bevállalni egy ilyet, mert itt megtérülésre nem lehet számítani. Tehát ezekben a projektekben az államoknak a szerepe azért még szerintem hosszú távon sokáig biztosítva lesz. De ott startupok eljutnak oda, ahová még ember nem merészkedett, de haladjunk tovább a hírek kibeszélésében, mert még van jó néhány hátra, a műsoridőnk pedig azért véges. A következő hírünk azért kilóg egy kicsit a sorból, hiszen a sok-sok űrkutatási hír mellett ez egy kevésbé mainstream téma, pedig aztán megérdemelni a figyelmet méghozzá. Következő hírünk szerint jégtörés veszélye miatt kellett bezárni egy antarktiszi brit kutatóbázist. A hír igaz, ez a közelmúlt egyik híre, itt a British Antarctic Survey-nek az egyik bázisa, vagyis hát a brit antarktiszi térképezési szervezetnek a bázisa, amihez éppen tényleg az űrkutatáshoz is köze van amúgy ennek is, hiszen a NASA műhold képei alapján derült arra fény, hogy itten végig reped dőben van egy ilyen shelf, egy ilyen lelógó jég darab az antarktiszi szélén, és ezek bizony tényleg leszoktak szakadni. Néhány évvel ezelőtt volt egy tényleg egy, mit tudom én, hát mondjuk magyarországi megye méretű jégtábla, ami egyszer leszakadt és elindult, és hát akkor megragadnám ezt a pici alkalmat, amink van erre, hogy beszéljek egy kicsit egy kis alapvető fizikáról, hogyha egyet értetek. Ugye arról, hogy mindig ezt mondjuk, hogy olvad a jég, és ettől, mivel olvad a jég, ezért aztán emelkedik a vízszint. Igaz? Tehát ezt szokás mondani, hogy a globális tengerszint az emelkedik, mert hogy jégolvadás van. Na már most viszont, aki csinált már otthon kísérletet, vagy az iskolában, vagy aki nem csinálta, az csinálja meg a következő kísérletet. Fogunk egy poharat, vizet töltünk bele, majd beledobunk egy jégkockát a tetejébe, bejelöljük, hogy hol van a vízszint, és megvárjuk, hogy felolvadjon a jég. Ugye a jégkocka, annak kisebb a sűrűsége, tehát fönt van a víz tetején, tehát a jégkockának egy része kilóg a vízből természetesen, de hát a jégkocka elkezd elolvadni, és akkor általában megkérdezem a hallgatókat, hát nem a fizikus hallgatókat, de mondjuk a környezettan szakos hallgatókat, hogy szerintük mi fog történni a vízszinttel, hogyha ez a jég, ami úszik a víz tetején, elolvad. És akkor azt fogják mondani, hogy szerintük a vízszint fölmegy, de hát valójában nem, hiszen a jég elolvadása az azt jelenti, hogy pontosan annyi lóg ki a jégből, amennyi annak a víznek a tömegével mérhető össze, amit az egész kiszorít, hogyha, mert ugye a jégnek kisebb a sűrűsége, vagyis ha a jég elolvad, akkor a vízszintből ugye nem lóg ki már fölfele semmi a jégkocka, nem lóg ki már belőle semmi, de a vízszint az ugyanott marad, ahol volt. Na hát akkor ebből a szempontból jók vagyunk, de gondolom azért nem dőlhetünk hátra. Na emiatt. Persze, na ez a lényeg, hogy, és akkor itt jön be a kulcspont, hogy ezért aztán nem is az úszó jéghegyeknek a felolvadása, a vízben eleve úszó a víz, mert ugye kétféle jég van, az egyik a land ice, vagyis szárazföldi jégtakaró, a másik pedig a tengeri jégtakaró, a sea ice. Például az északi sarkvidék nagy részét, ugye ez a tengeri jég
borítja, hogy az Arktisz az egy befagyott tenger lényegében. Ez a sea ice. Ez tényleg olyan, mint az a jégkocka, amiről beszéltünk, vagyis ha az elolvad, az egyáltalán nem emeli a globális vízszintet. Csak szegény jegesmedvék rosszul járnak, mert nem lesz hol sétálniuk. Viszont, és ez az Antarktisz már lényegesebb dolog, meg egyébként persze az északi területeknél is lényeges ez, a land ice esetében, ami olyan jégkockának felel meg, ami tulajdonképpen olyan, mint hogyha úgy tennénk bele ebbe a pohárba a jégkockát, hogy egyébként alátámasztjuk valamivel a jégkockát, és ilyen módon egy kicsit följebb emeljük. Tehát amikor a jég, az nem az ő neki megfelelő szinten úszkál, hanem följebb van egy mondjuk egy szárazföldi területen. És onnan olvad be, és az beesik, befolyik, na az tényleg emeli a vízszintet, és ez az, ami a globális vízszint emelkedést előidézi. Tehát ez egy gyakori tévhit, és ez a mostani hír, ez egy jó lehetőség arra, hogy erről beszéljünk. Tehát, hogy igazából a tengeri jégtakaró olvadása az szörnyű, de nem attól fog beázni Hollandia, hanem attól, hogy pont a szárazföldi területekről befolyó, ott megolvadó jégből lefolyó víz emeli meg ténylegesen a vízszintet. És hát ugye ez az egyik legfőbb következménye a klímaváltozásnak, ami tényleg mérhető évről évre. És egyébként ez bizony nagyon komoly társadalmi következményekkel is fog járni, nem a hollandok miatt, hát ők nyilván magasabbra építik a gátat, viszont csendes óceáni térségben léteznek olyan kis szigetek, amik teljes egészében eltűnhetnek a vízszint emelkedés miatt, aminek nyilvánvalóan az lesz a következménye, hogy itt kiköltöznek majd a lakók, és átmennek szomszédos országokhoz. Tehát ez egy nagyon eklatáns példája annak, hogy ilyen társadalmi folyamatok, például kivándorlás, bevándorlás, migráció, ahogy mondani szokás, ugye azok milyen érzékenyen össze tudnak függni az ilyen klimatológiai változásokkal. Pedig olyan kevésnek tűnik az, hogy globális szinten néhány deciméteres vízszint emelkedés, de hát azért mégis elképesztően jelentős következményekkel járhat hosszú távon. Mennyire komoly problémának kéne lennie a klíma ilyen drasztikus megváltozásának az emberek számára? Hiszen most is néhány nappal ezelőtt, mint ahogy ezt a műsort rögzítjük, például március 5-én kedden, ha jól emlékszem, akkor dörgés és villámlás, sőt, záporok voltak Magyarország szerte. Ez azért itt nem feltétlenül megszokott, ahogy egyébként mondjuk a melegrekordok folyamatos megdőlése sem. Hát igen, ez az állítható egyébként tapasztalati alapon is, hogy egy csomó ilyen dolog, hogy minek, milyen eseményeknek, milyen időjárási helyzeteknek mi a valószínűsége, az olyan dolog, ami a klímaváltozásra érzékeny. Tehát valóban, való igaz. Az az ices viszont, hogy nem nagyon, az biztos, hogy összefügg, az, hogy lokálisan hogyan függ össze, az baromi nehezen jósolható. Ugye ez a probléma ezekkel az egészekkel. És egyébként ez egy faktor, ami miatt a politikusokat is nehéz mozgatnunk ez ügyben. Mert a politikusokhoz, ha egy klímakutató őszintén oda megy, akkor elmondja, hogy mi várható, eddig még érdekli a politikus, de hogyha őszinte a kutató, aki oda megy, akkor azt is el kell, hogy mondja, hogy mekkora hiba határral jósolható meg ez az adott változás, hogy például gyakoribb lesz az Alföldön az aszály, tennünk kell valamit. Milyen valószínűségi, hogy gyakoribb lesz? Hát, és akkor ugye ezt, mert ezt fogja visszakérdezni a politikus, és akkor a klímakutatók, azok vagy azt mondják, hogy nagyon, és akkor átlépik a hatáskörüket, mert nem tudományos érvelést alkalmaznak, hanem politikait, vagy bevallják, hogy mekkora nagy hibával terheltek ezek a számítások, és mekkora az előrejelzések bizonytalan. De egyébként mekkora? Tehát, hogyha tényleg a politikát félretesszük végleg, és rátekintünk a klímamodellekre, akkor az kijelenthető, hogy a távolság növekedésével drasztikusan nő az a hiba, amit már nem lehet kezelni, tehát nincs olyan dolog, tehát ebben a paraméter térben egyszerűen nem tudunk meghatározni exakt és teljesen jósolható és belátható dolgokat. De tudunk, csak vannak olyanok, tehát attól függ, hogy mit, tehát vannak olyan paraméterek, amik jól jósolhatók, és vannak olyanok, amik kevésbé. És az a tragédia az egészben, mármint relatíve, hogy azért nem bágunk keret magunkon, csak az a nehézség az egészben, hogy a globális értékek úgy tűnik, hogy elég robusztusak, tehát mondjuk úgy, hogy jól jósolhatók, de pont a lokális értékek, hogy mit tudom én, a Kárpát-medencében mi lesz, az mondjuk már bizonytalanabb.
És akkor ez a baj, hogy hát ugye minden politikus konkrétan valahol lakik. Tehát senki nem fog egy könycseppet sem elmorzsolni a globális átlagértékekért. Hiába tudjuk azokat tök pontosan előrejelezni, és hiába mutatja sok tanulmány, hogy ezzel hogyan korrelálnak a helyi változások. Na de gondolj bele abba, vagy gondoljunk bele abba, hogy minden olyan összefüggés, amit eddig felállítottunk mondjuk a között, hogy mondjuk, mit tudom én, a Stockholmban az leeső eső mennyisége, az hogyan függ össze a globális átlaghőmérséklettel, biztos létezik a kettő között egy tapasztalati alapon kihozott korreláció, de azt a korrelációt az eddigi tapasztalatok alapján állították föl. Nyilván semmi nem garantálja nekünk, hogy a klímaváltozás során nem változna meg amúgy is ez a korreláció, hiszen nem értjük a mechanizmust, csak tapasztalati összefüggésekről beszélünk egy csomó esetben. Ugyanolyan szintű dolgok, mint a népi bölcsességek, hogy ha Medárd napján kijön a nem tudom micsoda, és meglátja az árnyékát, akkor majd novemberben fújni fog a szél. Tehát, hogy ugye vannak ilyen random népi bölcsességek, pont ilyen nincs, csak most mondtam valami hülyeséget, de hát ugye ezek is ilyen statisztikai kijelentések. És akkor megkérdezzük Joli nénit, hogy na de mekkora az error bar, vagy mekkora a hiba határ, akkor hát ugye azt kell, hogy mondja, hogy hát eddig működött 10-ből 7-szer, és az tök jó, vagy 10-ből 3-szor is működött, és az már önmagában jobb, mint hogyha pénzt dobálnánk föl, vagy dobókockát, de szóval egy politikus nem feltétlenül nyűgöznek le ezek a fajta érvelések. Szóval ez... akkor a helyi érdekeket képviselő politikus helyett egy világpolgárnak a szemléletére lenne szükségünk, aki mindenütt otthon van? Is. Tehát a helyi értékek pont emiatt amúgy nyilván felértékek. És ugye az a vicc, hogy közben az egész föld egy nyomvat faluvá válik ilyen értelemben, és a klímában is, meg a társadalomban is, meg a gazdaságban is, meg a betegségek terjedésében is egy olyan nagyon, nagyon szorosan összehúzalódott hálózattá vált az egész föld, hogy most már globális léptékben kell gondolkodni. De hogy tudunk, tehát ez emberi kérdés már, és nem tudományos, hogy tudjuk ezt megoldani, hogy globálisan gondolkodjunk, és az határozza meg a lokális cselekedeteinket is. Hát ez nem példátlan a történelemben, hát régen az emberek identitását elsősorban a családja, vagy a város, vagy a falu, ahol lakott, az határozta meg, aztán e fölé nagyon menő és progresszív dologként, ugye a 18. század környékén definiálódott a nemzet. A nemzet, mint fogalom, az egy nagyon elvont valami, és olyan emberekkel kerültünk egy közösségbe, akikhez eddig közünk se volt, tehát pont mi, vizé, a te déd apukád, az valószínűleg magasról tett arra, hogy mi van Baranyában, vagy mit tudom én mi, de most már azért ezt megtanultuk, hogy tudunk egy ilyet valamennyire egy 10 milliós léptékben érdekelnek a közös ügyek, hogy az is érdekel, hogy mi van Szabolcsban, pedig nem ott lakom. Tehát hogy ezért ez ki tud alakulni, tehát ilyen értelemben nem hiszem, hogy volna egy pszichológiai gátja, mert most ez ugyanez egyel vagy kettővel nagyobb léptékben. Hát tanulgatjuk. Csak az a baj, hogy nehogy túl késő legyen. Szerintem. Már is folytatjuk a hírek elemzését, egy rövid szünet után maradjatok velünk. Az emtv.hu és az űrszekerek kapcsolatfelvétel napja programsorozatának együttműködő partnere az RTL Spike és a Direct Dub Synchron Studio. A helyszínt a Volt 51 Gamerbar Oktogon és a Pólus mozi biztosítja. Ünnepeld velünk a Vulkániak 44 év múlva 2063. április 5-én esedékes érkezését a kapcsolatfelvétel napján. Április 5-én pénteken 15 és 21 óra között ismét űrszekerek közösség találkozó a Volt 51 Gamer Bárban, a 6. kerület Ó utca 51-ben, ahol a Star Trek sorozatok magyar hangjaival, tudományos és fantasztikus kerekasztallal, kvízzel, tombolával, tortával, cosplay versennyel és az űrszekerek közösségi flotta első küldetésével várunk. A műsorvezető Szóra Rádi Erika és Tuvok magyar hangja Hol Nándor. A belépés ingyenes. Másnap, április 6-án szombaton 17.30 és 22 óra között pedig jön a ráadás. Nem is akármilyen, ugyanis megrendezzük az első űrszekerek mozibulit a Pólus Center moziban, a 15. kerület Szent Mihály út 131-ben, ahol a Star Trek kapcsolatfelvétel című mozi vetítésével, annak verkfilmjével, valamint a magyar hangokkal, tombolával és az első saját gyártású dokumentumfilmünk bemutatójával várunk. Bővebb információért és belépőváltásért a mozibulira látogass el a kapcsolatfelvétel napja.emtv.hu weboldalra.
Együttműködő partnerünk az emtv.hu, az űrszekerek, az RTL Spike és a Direct Dub Synchron Studio. A helyszínt a Volt 51 Gamer Bar Octagon és a Pólus mozi biztosítja. Ajánló következik. Az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőjét és különkiadásait az impulzus.emtv.hu oldalon találjátok. Ajánlót hallhattatok. Már is itt vagyunk, és folytatjuk a 2019-es év számunkra a legérdekesebb eddigi tudományos híreinek rövid elemzését, és folytassuk is a sort méghozzá a titokzatos 9. bolygóval. Így van, a közelmúlt egyik híre, hogy újabb előreje, vagy hát újabb számítások láttak napvilágot arra vonatkozóan, hogy a 9. bolygó néven emlegetett, Planet Nine néven emlegetett külső naprendszerbeli objektum, az merre van és mekkora lehet. És mindig, most nem is tudom, mi a legutóbbi szám, emlékeztek? Én általában 5 és 10 föld tömeg közé szokták satszolni ezt az égitestet, amiben az érdekes, hogy senki nem látta, de még a nyomát se, ugye, mert nagyon messze van ez a naprendszerben, és hát hiába 5-10-szer nagyobb, mint a föld, tehát mondjuk lehet az egész egy nagyságrendileg egy ilyen Uranus-típusú bolygó is akár, de annyira nagyon messze van, hogyha létezik, már pedig valószínűleg létezik, hogy egyszerűen még eddig távcsővel nem sikerült megpillantani, és nem csak a messzeség a probléma ebben, hanem hogy nyilván éppen amiatt, hogy messze van a naptól, emiatt aztán rettenetesen lassan kering. Tehát az az állítás, hogy ez egy elnyújtott pályán keringhet valószínűleg, ami akár 400, de akár 800-szor olyan messze lehet a távolsága, mint ugye attól függ, hogy a pálya melyik szakaszán van, tehát a távolsága a Földtől az, vagy a naptól az olyan 400-800 napföld távolság, tehát 400-800 csillagászati egység lehet, és hát ugye ez egy probléma, mert ott innen nézve az oda messze levő dolgok nagyon-nagyon lassan mozognak. Ugye itt tényleg több ezer éves keringési időkről van szó, ami azt jelenti, hogy nagyon lassan moccannak meg a háttércsillagok előtt, és így nehéz őket felfedezni. Ők se látnak minket, nem? Tehát nem annyira égő, hogy mi eddig nem vettük észre ezt a helyet, ezekből a tényekből kiindulva. De szerintem nekik sokkal könnyebb dolguk van, mert ugye egyrészt mi közelebb vagyunk a naphoz, tehát hiába kisebb a föld, de hát ugye négyzetesen több fény verődik rólunk vissza. Ráadásul ugye mi egy év alatt körbe megyünk, ami azt jelenti, hogy mi azért relatíve gyorsan mozgunk a háttércsillagokhoz képest, tehát hogyha a 9. Hát akkor ők előnyben vannak. Ők ilyen értelemben abszolút előnyben vannak. Na de akkor kérdés az, hogyha nem látta még senki, akkor honnan van egyáltalán ez a rengeteg folyamatos agyalás azon, hogy ez hol van és létezik-e egyáltalán? Hát természetesen. És mi volt a kiindulás, hogy egyáltalán gondolkodjunk róla, hogy létezik-e, az csak valami tapasztaláson kell, hogy alapuljon, nem, hogy hoppá, ott lehet valami. Így van, ez pontosan így történik, és egyébként ennek az iskola példája egyébként magának a Neptunusz bolygónak a felfedezése, mert a Neptunusz bolygót azt exaktul úgy fedezték föl, és hát egy kicsit a Plutót is, de a Neptunusz a szép példája az egésznek. Hogyan lehet előrejelezni egy bolygó létezését, amit senki nem látott? Ugye arról van szó, hogy ismerjük gimnáziumban, vagy középiskolában megtanuljuk a Kepler törvényeket valamennyire, ugye az arról szól, hogy hogyan mozognak a bolygók a pályájukon. Egy szép ellipszis pályát írnak le a nap körül, vagy hát a nappal vett közös tömegközéppont körül, ugye ezt tanuljuk, na meg azt is tanuljuk, hogy ezen a pálya mentén időben hogyan mozognak. Hát úgy mozognak, hogy amikor azon szakaszon, amikor közelebb vannak a naphoz, akkor gyorsabban mennek, a pálya távoli pontjában, amit a naptávolpontnak, aféliónak, aphélionnak hívnak, az ugye ott meg lassabban mozognak, de hát ugye ezeket megtanuljuk, ezt matematikai összefüggéseket is megtanuljuk, de az oké, hogy ezeket Kepler már a 17. században felállította, de ezek ilyen szépen tökéletesen érvényesek lennének, de akkor csak, hogyha egyetlen egy bolygó keringene a nap körül. De onnantól kezdve, hogy nem egyedül vannak a bolygók, hanem sokan vannak, onnantól kezdve természetesen bonyolultabbá válik a történet. Ugye ez a kettő test probléma, tehát van a nap, meg egy bolygó. Ezeknek a mozgását írja le lényegében a Kepler törvény. Ha már beteszünk egy harmadik testet, nem 15 ezret, három, ha beteszünk egy harmadik testet, onnantól kezdve lényegében nagyon elbonyolódik az életünk, mert akkor ugye minden tömeggel rendelkező test mindenre hat gravitációsan, és akkor bizony befolyásolni fogja a pályáját.
És akkor ez baromi nehéz kiszámolni. Tehát a matematika fejlődésének a 18. 19. században egy óriási löketet adott az, hogy ezt a három test problémát, vagy több test problémát, azt hogyan kell kiszámítani. Egyáltalán nem triviális az ügy, tehát nem kisebb matematikusok dolgoztak ezen nagyon sokat, mint például a matematika fejedelmének tartott Gauss, ugye. És a matematikai módszertant, az tulajdonképpen lényegében ehhez a korlátozott háromtest problémához és egyébként ő vezette le. Na most mi történt? Azt látták az emberek, ugye először William Herschel felfedezte az Uranusz bolygót, ez még az 1700-as években történt, és akkor az történt, hogy az Uranusz bolygónak nagyon örültek a csillagászok, mert már korábban látták, hogy a Szaturnusz bolygó mozgását az eddig ismert bolygók nem magyarázzák meg. Felfedezték az Uranuszt, ez baromi jó. Az Uranusz az tényleg úgy tűnt, hogy most megmagyarázza a Szaturnusz mozgását, de az Uranusz mozgásában is voltak furcsaságok. Hát ez elég csúnya dolog volt. A furcsaság alatt azt kell gondolni, hogy nagyjából, amikor kiszámították, hogy hol kéne lennie az Uranusznak, és odafordították a távcsövet, akkor majdnem mindig ott látták, de ezért mind sosem pontosan ott. Pedig akkor már azért elég jól működtek a számítási precizitás terén a csillagászati előrejelzésekben. Mindig néhány egy-két fokkal, tehát nem olyan durva, de azért picit arrébb volt mindig az Uranusz, és akkor ezt szisztematikusan megnézték, hogy néha siet az előrejelzéshez képest, néha késik, néha siet, néha késik. És akkor ez pont úgy nézett ki, mintha lenne egy távoli, sokkal messzebb bolygó, levő bolygó, ami néha visszahúzza, néha magához húzza az Uranuszt, és azzal meg lehetne magyarázni. Na, ez a nagy tudomány matematikailag, hogy van egy ilyen adatsorot, hogy hol van egy bolygó az égen, melyik nap, és abból visszaszámolni, hogy milyen messze és milyen irányba kell lennie egy másik bolygónak. És ilyen módon matematikailag egy Le Verrier nevű csillagász, egy francia, és vele egy időben egy Adams nevű angol, ezek megjósolták, hogy a Neptunusznak hol kell lenni, és végül a Le Verrier számításai alapján egy német csillagász megtalálta, és ott volt az Uranusz. Tehát a Neptunusz, bocs, tehát ez már a Neptunusz felfedezése volt, azt hiszem 1846-ban, tehát ez tényleg, ez volt a leggyönyörűbb pillanat, a diadala az égi mechanikának, a diadala a matematikának, hogy megjósolták, hogy merre kell fordítani a távcsövet, odafordították, és ott volt egy baromi halvány bolygó, amit amúgy soha nem vett volna észre magától senki, de mivel pontosan megmondták, hogy oda kell fordítani, és ott van, akkor ott lett. Na, és akkor folytatódott tovább a balhé, most már kitalálhatjátok, hogy ugyanezek vezettek el a Plutó felfedezéséhez is, bár ott azért más volt, mert már a Neptunusz mozgásában sem volt minden rendben, és ki is számoltak valamit, de ott nem találtak semmit. És aztán 1930-ban Clyde Tombaugh, egy gyakornok a Flagstaff, az arizonai Flagstaff városában, a Lowell Observatóriumban valóban felfedezett egy bolygót, ez lett a Plutó. 1930-at írtunk, ugye akkor be is jelentették itt a 9. bolygó. Na már most azonban az hamarosan kiderült, nem is olyan hamarosan, nem, évtizedek alatt kiderült, hogy a Plutó önmagában egyáltalán nem elég ahhoz, mert a Plutó pici, tehát sokkal messzebb van, mint a Neptunusz, bár nem mindig, tehát a Plutó olyan beteg pályán kering, hogy van, amikor exaktul közelebb van a naphoz, mint a Neptunusz, mert a Neptunusz pályáját metzi a Plutó pályája, annyira elnyújtott. De mindegy, mindezekkel együtt a Plutó olyan pici, hogy önmagában a Plutó gravitációs hatása nem magyarázza a Neptunusz eltéréseit sem. És azóta folyamatosan megy a keresés, hogy kell még lennie valaminek. Ezt, amikor még picik voltunk, akkor ezt úgy hívták, hogy a 10. bolygó, X bolygó iránti kutatás. Most már ugye a Plutót leminősítették, úgyhogy azóta most a 9. bolygót keresünk, de hát a probléma ugyanaz. Tehát a 2000-es évek óta folyamatosan jelennek meg a cikkek. Nagyon erős utalás volt erre nézve az üstökös pályák tanulmányozása. Az üstökösök úgy jönnek be a naprendszer belsejébe, hogy valami gravitációsan eltéríti őket, mert egyébként az üstökösök a nagyon külső naprendszernek, az Oort felhőnek a lakói, esetleg a Kuiper-övnek a lakói, de ez mindenképp ezek nagyon messze levő tartományok a naprendszerben. Magától egy üstököst nem járna erre, és nem is növesztene üstököt, ugye? Az évek üstökösnek az üstököst, mert csóvája van. A csóva az meg az, hogy a felszínről elpárolgott hó, meg jég, meg por
azt a napszél, napból kiáramló részecskék sokasága fújja a nappal ellentétes irányba, de ez csak akkor van, amikor ők közel jönnek a naphoz, tehát amikor ők kint vannak a világ végén, az Oort felhőben vagy a Kuiper övben, akkor ők rendes, ugye piszkos hólabdákként élnek, nincsen csóvájuk, tök jó, és akkor néha jön valami bolygó, rendszerint a Jupiter, aminek olyan árapály, nem árapály, olyan gravitációs hatása van, hogy bekényszeríti ezeket a bolygókat, kis bolygókat időről időre ilyen baromi elnyújtott pályán a naprendszer belseje felé. És hát azt látták, hogy az üstökös pályák úgy csinálnak, de rengeteg, tehát itt szakmában több száz üstökös pályát tanulmányozva, azt vették észre, hogy szisztematikusan úgy térülnek el, mint hogyha egy adott irányban lenne még egy nagy tömegű bolygó. És egyébként a Neptunusz pályájának a még mindmáig ismeretlen kis apróságait is megmagyarázná, hogyha ott lenne egy bolygó. Tehát mondom még egyszer, baromi messze, átlagban 250-szer messzebb, mint a napföldtávolság. Iszonyatosan messze. És hát ugye az, hogy ez mennyire halvány, ugye gondoljatok arra, hogy a napnak a fénye, azt mondtam, hogy a távolság négyzetével csökken, tehát ha kétszer messzebb mész a naptól, akkor már csak negyed annyi fény jut ugyanakkor a felületre, stb. Ez meg 250-szer olyan messze van. Tehát hiába nagyobb ő akár 10-szer, mint a Föld. Amúgy azt mondják a bolygókutatók, hogy ez lehet egy ilyen protobolygó mag. Tehát, hogy valamilyen óriás bolygó kezdemény lehet oda künt, aminek olyasmi, mint a Jupiternek a magja. De hát ugye nem, ezek mind csak agyalások, senki nem látta, és nagyon sokáig nem is fogjuk látni, ez az igazság. Ez már azért nagyságrendekkel bonyolultabb dolog, mint annak idején a Neptunuszt megtalálni, mert még annál is sokkal-sokkal messzebb van. Viszont van, amit láthatunk, mondjuk egy hóember bolygót. Igen, ez nagyon jó átkötés, hiszen én felemlegettem az üstökös magokat, és az üstökös magok honnan jönnek? Hát részben a Kuiper övből jönnek, és egy ilyen Kuiper objektumot látogatott meg az év legelső napján a New Horizons nevű űrszonda. Ugye arról van, ez volt az Ultima Thule nevű kisbolygó, ami mellett január 1-én repült el a New Horizons, amit egyébként ugye arra terveztek, és ezt a küldözést sikeresen végre is hajtottak 2015-ben, hogy elrepüljön a Pluto mellett, a Pluto és Hold rendszere mellett. Ugye fantasztikus, fantasztikus volt, nem is tudok mit mondani arról, ez gyönyörű repülés volt, fantasztikusan sikerült, és a 2006-ban felbocsátott űrszonda a 2015-ben eljutott a Plutóhoz, de természetesen ezek nem visznek magukkal annyi üzemanyagot, mert hogy nagyon nehéz lenne nekik, hogy pályára álljanak. Tök érdekes lenne ott keringeni még 10 évig és kutakodni, de ahhoz ugye az űrszondát, ami 9 év alatt elrepült a Plutóhoz a Földtől, azt ugye le kéne fékezni, hogy pályára álljon a Plutó körül, ez rengeteg hajtóanyagot emésztene föl, úgyhogy ezt az űrszondát csak úgy tervezték, hogy villámgyorsan átrobogjon a Plutó rendszeren, egy nagyon menő, a katonáktól megörökölt nagy felbontású kamerával, ami nagyon részletgazdag képeket tud csinálni akkor is, hogyha mit tudom én, egy másodperc alatt 10 nem tudom hány kilométeres sebességgel átsűvítesz egy ilyen bolygórendszeret, tehát egy fél órás etap az egész, tehát ezért mentek oda, és akkor zsupsz, átrepült, de hát nem volt neki már hajtóanyaga, nem is tervezték, hogy ott lelassuljon és pályára álljon, hanem ment tovább kifele a naprendszerből, úgyhogy most ez 5. űrszondaként a Pioneer-ek meg a Voyager-ek után ez a New Horizons ez megy kifelé a naprendszerből, és akkor rögtön felismerült, hogy hát ha már megy kifelé a naprendszerből, és még jól el van a szonda, ugye nukleáris üzemanyaggal megy, mármint nukleáris elektronikus tápegységgel működik. Üzemanyag nem kell neki lényegében, mert esik, amerre Newton mondja. Kis pályamódosításokat lehet csinálni hajtóművekkel, de nem nagyokat. És akkor mondták, hogy esetleg valami beleesik-e az útba. És akkor érdekes, hogy pont már rég úton volt a szonda, amikor 2014-ben felfedeztek egy olyan bolygót, amiről aztán kiderült, hogy ez tényleg irányba esik, egy ilyen bolygó, és ez az, amit aztán egyelőre informálisan elneveztek Ultima Thule-nak, ami Ultima Thule egyébként valami olyasmit jelent, hogy az ismert világon túl. Ezt jelenti, de ez még nem a hivatalos elnevezés a bolygónak, mert az még nincs neki. De egy kis bolygó tulajdonképpen. Na, de ez fantasztikus volt, mert mondtam, hogy van egy pici hajtóanyag a New Horizons-on, kicsit meg lehetett módosítani a pályáját, úgyhogy pont 3500 kilométerre elrepüljön
ettől a bolygótól. Na most 3500 kilométerre kell iszonyú gyorsan elrepülni egy olyan bolygótól, ami kis bolygótól, ami 33 kilométeres. Tehát ez egy óriási technikai bravúr, annak azért is, mert pontosan erre is igaz az, amit a 9. bolygóról mondtunk, hogy annyira lassan mozognak már itt a külső naprendszerben a bolygók, hogy az égitestek, hogy egyszerűen a 2014 óta nem gyűlt össze elég adat ahhoz, hogy pontosan tudják a helyzetét előrejelezni. Tehát természetesen elég jól tudták, de azért még mindig voltak azért itt, mit tudom én, néhány 10 kilométeres hibák, ebben simán benne lehetnek még. És az így is egy fantasztikus pontosság, hiszen tényleg ne felejtsük el, hogy ez is egyébként iszonyatosan messze van, hát 3,5 éve ment a Plutó után folyamatosan ez az űrszonda kifele a naprendszerből, ilyen iszonyatos sebességgel, és hát így jutott el oda. Tehát, hogy ez elképesztő. Önmagában az a fegyvertény, hogy el sikerült oda repülni, és sikerült olyan irányba fordítani a kamerát, hogy abban pont benne legyen ez az égi. És akkor megláttuk, ahogy mondod, hogy az első körben úgy tűnt, hogy ez egy hóember alakú égitest, ami érdekes módon annyira nem lepődött meg senki már, hiszen erre számítani is lehetett, már csak azért is, mert már több üstököst meglátogattak űrszondák, és az üstökös maga, és például ugye egyik példa, ahol a Rosetta űrszonda leszállt néhány évvel ezelőtt, ugye az volt a Churyumov-Gerasimenko üstökös, akkor ugye az volt a médiában a duma, hogy az kacsa, gumikacsa alakú. A Halley üstökösről korábban, amit szintén meglátogattak űrszondák, még 1986-ban, ott az volt a mondás, hogy az mogyoró alakú, mármint az üstökös mag, amiből a csóva kijön, és hát most erre meg azt mondták, hogy hóember alakú, de lényegében a struktúra nagyon hasonló, tehát ugye az van, hogy kettő, mintha kettő darab nagyjából gömbszerű, de mindenképpen ilyen forgási ellipszoid-szerű darab összeolvadásából jönnének létre ezek a dolgok. És mint mondtuk, a Kuiper objektumok, ha bekerülnek a naprendszer belsejébe, akkor ugye üstökössé válnak, tehát ezek planetológiai értelemben ezek ugyanazok az objektumok, tehát ilyen módon azért érdekes, hogy nagyon érdekes, hogy miért ilyen gyakori ez a mogyorós, vagy hóemberszerű struktúra, vagy gumikacsa, vagy nem tudom, de hogy gyakori a naprendszerben, az biztos. Az már viszont az elmúlt hetek fejleménye, amikor már a nagyobb felbontású képek is lejöttek, amik ugye nagyon-nagyon lassan jönnek, tehát ne felejtjük el, hogy januárban volt az elrepülés, de még az év végéig fognak lejönni képek, mert olyan alacsony a sávszélesség olyan messziről, hogy nagyon lassan küldik le az adatokat az űrszondáról, tehát erről néhány perces kis elrepülés alatt készült néhány száz képnek a letöltése, az tényleg hónapokat vesz igénybe, azért ez elég durva, és az újonnan letöltött képeken már látszik, hogy ez nem is olyan értelemben hóember, ahogy gondoltuk, mert ugyan oldalról tényleg úgy néz ki, mint a két golyóból állna, de a másik oldalról meg mint inkább... Mint ha két kavics lenne. Ha két korong, igen, két lapos kavicsból lenne összeretve, az viszont baromi érdekes. Ugye, és akkor persze készülnek a modellek, hogy egy ilyen az hogy jön létre. Hogy alakul ki. Elítólag az van, hogy lehetséges, hogy ők így egy kezdeményből jöttek létre, és akkor elkezdtek volna szétszakadni, de ez nem jött össze, de más elméletek szerint meg két külön hogy úgy alakult ki a dolog egy bolygó kezdeményből, hogy kettő nagyobb csomósodás állt össze, és aztán ők így összecuppantak. És ahhoz meg persze nem volt elég nagy ez a bolygó kezdemény, hogy szépen egy gömb alakú valamivé összeálljon, mint egy nagy bolygó, vagy akár egy törpe bolygó, ilyen például a Plutó, azok már gömb alakúak, mert már elég sok anyag gyűlik össze, hogy szépen összehúzódjanak, megolvadjanak egy akár, és gömb alakot vegyenek föl, de ugye ezek kisebbek ezek az objektumok, és azért úgy látszik, hogy a kettő darab csomó, az ugye összecuppan, de itt véget is ért a történet. De akkor ez azt jelenti, hogy ennek a gravitációs tere sem egy homogén tér, hanem így bárhova megyünk rajta, változik. Ez így van, de hát mihova megyünk, minden baromi poén, viszont nagyon pici mindenhol, hiszen ne felejtsük el, tényleg 33 kilométeres az egész bigyó. Ugye a csúcstól csúcsig a hóember, szóval pici. De egyébként mióta meglátták, hogy két darabból áll, ezért az Ultima Thule nevet is felbontották, tehát hogy az van, hogy a nagyobb kavicsot Ultimának hívják, és a kisebbet Thule-nek. Annak ellenére, hogy exaktul tényleg összeér, tehát ez most nem két egymás körül keringő égitestről van szó, hanem egyről. De akár lehetne olyan is, hogy ez egy nagyobb kisbolygó, meg egy körülötte keringő kisebb kisbolygó, és hát lehet, hogy a történetük során egy időszakban
ők így voltak. Az elmúlt időszakban sok bravúros űrrepülésnek lehettünk szemtanúi, de van egy, amire nagyon-nagyon sokat kellett várni. Így van. Azt hiszem a Dragon repülésére gondolsz, ami most zajlik, ami emlegetett, az izraeli holdszonda kapcsán már emlegetett Elon Musk féle SpaceX vállalatnak az egyik fő projektje. Ők ugye arra szerződtek a NASA-val, egy másik céggel, a Boeing-gel együtt, hogy kiszolgálják a nemzetközi űrállomást a legénységgel is. Ami azért döbbenetes, mert hogy az Egyesült Államok az űrsikló flotta visszavonulása óta, tehát 2011 óta nem juttatott önerőből embert az űrbe. De azóta az amerikaiak az oroszokkal voltak egy ilyen furcsa függőségi viszonyban, hogy az amerikaiak nagy részt az amerikaiak által épített űrállomásra amerikai űrhajóst fel akartak juttatni, akkor bizony az oroszokkal kellett megállapodni, és meg is állapodtak természetesen rendszeresen, tehát hogy azóta minden Soyuz starton kivétel nélkül, ami a nemzetközi űrállomáshoz repült, voltak amerikai űrhajósok is. Vagy kettő. Tehát volt, hogy a orosz űrhajón volt egy orosz és két amerikai. Ezért persze az oroszok rendesen beszedték a pénzt. Ugye 80 millió dollár per férőhely nagyjából. De hát ez így teljesen rendben is volt. De hát azért az amerikaiaknak ez egyrészt egy méltatlan helyzet volt. Másrészt persze nyilván a nemzetközi űrállomásra sem lehetett az embereket és a cuccokat olyan ütemben feljuttatni, ahogy ez így tulajdonképpen kívánatos lett volna. De ez a 8 éves történet végre megszakadni látszik, ugyanis az Elon Musk által kifejlesztett magánűrhajó, ami most éppen fönt van az űrben, amikor ezt az adást fölvesszük, tökéletesen működik. Az igaz, hogy nem vitt magával ember, csak egy bábút, az Alien filmekből ismert Ellen Ripley nevére keresztelt bábút. Colonel Ripley vezette az űrhajót, de ez csak idézőjelben nem vezetett semmit, az űrhajó automatikusan repült és összekapcsolódott az űrállomásra. De hát a következő repülés, nem, a következő repülés ez meg egy nagyon beteg tesztrepülés lesz, amikor ugyanezt a kabint, ami egyébként várhatóan március 8-án pénteken becsobban az Atlanti-óceánba, és hogyha sikerül a leszállás, akkor a következő tesztrepülésen meg konkrétan készakarva fel fogják robbantani alatta a rakétát, hogy megnézzük, hogy működik a mentőrendszer, abban még nyilván még mindig nem lesz ember, és ha ez a teszt is sikerrel jár, akkor még idén, az év utolsó negyedében eljutunk oda, hogy az első repülésen még csak 2 fős, azt hiszem, személyzet fölrepüljön a nemzetközi űrállomásra ezzel az űrhajóval. Vagy hát egy ugyanilyen másikkal, Dragon 2. De egyébként a NASA 4 férőhelyet vásárol majd rendszeresen, egyébként olcsóbban mérik a férőhelyeket az Elon Muskék, mint az oroszok, mert ők már potom 50 millióból megoldják, és ugye ez a NASA-nak tehát tiszta haszon. És persze Elon Muskéknak is tiszta haszon, hiszen a legnagyobb anyagi támogatást éppen a NASA és az amerikai kormányzat adta ennek az űrhajónak a kifejlesztéséhez. Hiszen ez egy NASA program volt, ami pontosan azt célozta, hogy a magánszektor cégeit bevonják az űrfuvarozásba. Ez a Commercial Crew Development Program, CCDEV. És hát ez ennek a részeként valósul meg, ez a beruházás, és hát annyira beruháznak, hogy tényleg itt aztán fantasztikus repülések várhatók, az oroszok végre azt csinálhatják az űrhajóikkal, amit akarnak, tehát már megint jelentkezhetnek az orosz űrhajókra űrturisták, emlékeztek régen, mennyi űrturistát felvittek az oroszok, például Charles Simonyit 2-szer, tehát voltak sokan, aztán az a biznisz alább hagyott, hiszen az összes szabad férőhelyet fölvásárolta a NASA. Na de ez is véget ér, úgyhogy az oroszok is szépen csinálhatják a saját kis egyéb bizniszeiket, az amerikaiak pedig végre helyreállították a becsületüket, úgyhogy ez lesz. De hát nem lesz itt vége a történetnek, mert a Boeing által kifejlesztett másik Starliner nevű űrhajó is idén fog debütálni nemzetközi űrállomáson. Ilyen turistáskodás vajon hogy nézhet ki? Hogy előveszem ugye a kreditkárdot, átutalom a 50 millió dollárt, mondtál? A SpaceX-nél, igen, az oroszok 80 millió dollárért mérik. Igen, ezt átutalom, és akkor kezdődik a kiképzés, nem tudom, ez fél éves időtartam, vagy egy éves, és akkor utána hajrá, mehetek ki az űrbe? Hát lényegesen leegyszerűsítve, igen, bár nyilván az egész előtt meg egy nulladik körben van egy olcsó, előbb befizetsz egy kis részletet, csinálnak egy orvosi alkalmassági vizsgálatot. Utána nem fizettetik be veled az egészet, ha kiderül, hogy nem vagy alkalmas, és onnantól kezdve lényegében úgy
úgy, ahogy te mondod. Tehát most már lehet híreket hallani olyan emberekről, akik vettek helyet 2021-re. Tehát ez azért nem úgy van, hogy azonnal hip-hop, tehát azért ezeket jó előre betervezik. Azért a NASA is biztosra ment, mert hát SpaceX ide vagy oda, meg Boeing ide vagy oda, de azért még a 2020-as évekre is vásároltak néhány Soyuz férőhelyet, biztos, ami biztos. Szóval azért van még egy kis átfutási idő. De igen, lényegében így történik. PayPass-szal is lehet fizetni. Pontosan, ahogy belépőt is lehet váltani PayPass-szal, ami űrszekerek mozibulinkra, ami április 6-án lesz a Paulus Center moziban, és ezt megelőző napon, a kapcsolatfelvétel napján konkrétan egy ingyenes közösség találkozót tartunk megint a Vault 51 Gamer Barban az Oktogonnál, ahol természetesen ott lesz a Parallaxis is, és lesz Parallaxis kerekasztal, hogy miről fogunk, illetve fognak a fiúk és Szórádi Erika beszélgetni, azt majd a későbbiekben eláruljuk, viszont szerintem nyugodtan elárulhatjuk azt a kedves hallgatóknak, hogy mi az, amivel a következő adásban készülünk, mert hogy bizony egy toplista fog érkezni 2 hét múlva itt a Parallaxisban, de miféle toplista, Miklós? Hát összeszedtük kérlek tisztelettel azokat a filmeket, amelyeket érdekesnek és vagy jónak tartunk, a kettő nem feltétlenül egyezik, de olyan filmek ezek, amik érdekesek és jók, és realisztikus képet igyekeznek mutatni megtörtént űreseményekről. Olyan űreseményekről, amik a szovjet vagy amerikai űrprogram során megtörténtek. Ugye ezek eklatáns például a mindenki által ismert Apollo 13, de hát emellett még összeszedtünk 4 másik filmet is, amelyekről itt majd szót fogunk ejteni. Úgyhogy mindenképpen érdemes velünk tartanatok akkor is. Nektek, fiúk, köszönöm szépen, hogy a beszélgető társaim voltatok a mai nap. Nektek pedig, kedves hallgatók, köszönjük, hogy meghallgattátok a műsort. Találkozunk tehát 2 hét múlva itt a Parallaxisban, addig is hallgassátok az Impulzus podcastet, hallgassátok a médiazabálókat, és olvassátok az űrszekerek.emtv.hu oldalt, illetve a parallaxis.emtv.hu oldalt is. Találkozunk tehát 2 hét múlva, további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Az emtv.hu és az űrszekerek tudományos híreit a parallaxis.blog.hu címen, tudományos és fantasztikus műsorunk epizódjait pedig a parallaxispodcast.blog.hu oldalon találjátok. Az űrszekerek megbízásából készítette az emtv.hu. Produkciós vezető Horváth Ádám Tamás. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.